A padlás népszerű darab nemrég Sós Marciék előadásában láthattuk a Művelődési Ház színpadán, most egy másik változatot hozott a Preszter Stepanovics alkotásból, a Marton Árt és a Maszk Kozma Milos Noel rendezésében. Az Adél megsegítésére szervezett előadás teltházas volt és hangos sikert aratott. Én színházzal gyerekkorom óta foglalkozom, eleinte egy integrált színháznak voltam a társulat tagja, ahol fogyatékkal élők meg épp színészek játszottak együtt. Gimi után én elvégeztem egy színész kettőt Zsús Katinak az osztályában, utána több színháznál is megfordultam, az Új Színház, Veresei Színház, stb. És a Vitó Péter barátom működteti Martonvásáron a Maszkot, és nagyon régóta beszéltük, hogy csináljunk már közösen valamit, és tavaly márciusban csináltuk először a Primadonnákat, és most idén ősszel pedig a padlást, és igazából így kerültem én ide vissza a Martoni színjátszás életébe, és most elhoztuk ide Ercsőbe is a Padlás című musicalünket. Látom, vendégeket hozott. Én? Hát ti meg hogy néztek ki? Ja, tudom, jelmezben lesz a zeneakadémián. Megfognál? Percegem. Percegem? Kapd el kölyök! Kölyök? Lőd meg azt a kart! Meglökül! Te meg világítsod a lábát. Világítsd a lábát. Amokra mindjárt megjavítom a maga madarát. De mit? Nem is mondom, hogy beteg. De tudod a mi nevünket? Honnan tudnám? Még sose találkoztunk. Hát ez az. De tudjátok mit? Mindjárt kitalálom. Álljatok egy gyorsan sorban. És tudom, hogy nem szeretik egyébként a színházi emberek, hogyha bekukkant alak itt az utolsó simításoknál, most mégis belestem, igaz, hogy nem kamerával, és egy nagyon szép, egy nagyon igényes színpadképet láttam, és felteszem, hogy maga az előadás is az lesz. Így van, nagyon sokat próbáltunk, ma nyáron, már ugye októberben volt a bemutató, ma nyáron elkezdtük a tánc és ének próbákat, és összekezdtük el a színpadi próbákat csinálni. Gyönyörű díszletünk van, fénytechnika, hangtechnika, és tényleg minden úgy fog szólni, mint egy rendes nagy színházba. Egyébként most, amit láthattál igazából, ugye az előadás előtt már nem nagyon szoktak próbálni a színészek, most amiatt van, mert lesz egy beugrásunk a herceg szerepében. És hát a padlásról néhány mondatot, ugye ez mégiscsak egy nyerő produkció. Egyrészt azért egy ismert dolog, másrészt pedig a benne szereplő dalok is, hát tulajdonképpen slágerek. Így van. Hát maga a padlás szerintem egy gyönyörű üzenetet hordoz magában. Ugye aki nem ismerné, arról szól, hogy van négy szellemünk, akik igazából olyan szereplők, akiket kihagytak mindenféle meséből, mint például a nyolcadik törpe, a herceg, aki nem tudta felébreszteni a Csipke Rózsikát, és ők végre el szeretnének jutni arra a bolygóra, ahol az álmok és az emlékek élnek, ugye megtalálják végre a megnyugvást, mert most jelenleg itt vannak ég és föld között, és ez a padlás, ahova várják a révészt, hogy elvigye őket. Ám itt többféle akadályba ütköznek, a révész, aki megjön egy bűnöző testébe, belebújik, hogy egy kicsit kipróbálja, milyen az egy embernek lenni, de hát jönnek a rendőrök, a témüllerek, akik mindezt megpróbálják megakadályozni. Azt majd én megmondom, hogy mit akarok, világos! Keresek valaki! Nem értem. Miért kell olyan nagy ügyet csinálni abból, hogy négy stoppos diák meghúzza magát nálam éjszakára? Négy stoppos és miféle stopposa? Stopposok vagytok, nem? I don't understand the question. Okay. Travelers, if you prefer. Oh, travelers, if you prefer. Na látja. Nem lát. Viszont azt adom. Azt bizony, amit az engedélyem nélkül szeretne. A tehetőre azt bizony, látom.
Igazándiból a Marton vásárolt hagy otthon, de hát reméljük, hogy a közeljövőben elcsíns az otthonoddá válik, és akkor adódik is a kérdés, hogy legközelebb esetleg egy más produkcióval érkeztek, jöttök-e ide? Hát nagyon szeretnénk ide jönni más produkcióval is, reméljük lesz is rá igény. Mint mondtam, hogy a Primadonnák című vígjátékunk az már kész van, tavaly márciusban. Most jelenleg az ifjúsági csoportunk csinálja a Tótékat, és nem sokára mi is elkezdünk egy újabb vígjátékot gyártani. Úgyhogy nagyon reméljük, hogy mi lehetünk ide minél többet játszani majd. És akkor végezetül ez a reklámhelye, hogyha valaki véletlenül lemaradna a mai előadásról, hol láthatja akár ezt, vagy azokat, amiket említettél? Most egy kicsit januárban leállás van, mint mindenhol. Nekem is vizsgai időszakom van, mert én közben a Színház és Filmművészeti Egyetemre is felvettek szerencsére. És februárban, 17-e azt hiszem az a szombat, a Kajászó lesz Primadonnák, 18-án pedig Érden, a Szepesi Gyula Művelődési Házban lesz újra padlás 3 órakor, rá egy hétre meg Fonyódon, úgyhogy aki éppen Balatonon jár, az odajöjjön, aki meg itt van Ercsi környékén, vagy itt lemarad, akkor Érdre kb. Egy hónap múlva tud és meg tud minket nézni.